Köszöntök mindenkit, ez a szokásos szerdai Facebook videóelemzésem, amelynek keretében még aktuális ügyekkel, aktuális témákkal foglalkozunk, és a lehetőségeknek köszönhetően hosszabban ki tudunk fejteni egy-egy témát. Tehát sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, ez a szerdai videóelemzés. Először is szeretnék mindenkinek figyelmébe ajánlani több eseményt is a jövő héten. Jövő héten 14-én, tehát kedden lesz egy nagyszabású konferenciánk. A járvány után lényegében ez az első rendezvényünk, ahol a Mozgásban cím alatt, amely a Kultúrharc a 21. század intézet 21. században címet viseli. Ez alatt a cím alatt fogunk beszélni az európai és magyar folyamatokról, a nyugat-kelet törésvonalakról, arról, hogy Közép-Európa az hogyan formálta át a gondolkodását Európának, és milyen kultúrharcot láthatunk az elmúlt időszakban. Tehát a jövő heti konferenciáknak a címe Mozgásban, Kultúrharc a 21. században. Mindenkinek ajánlom, hogy kövesse, figyelje ezt a rendezvényt, akár vegyen is részt rajta. A Facebookon elérhetőek a részletek, a pontos program. És szintén jövő hét szerdán, 15-én lesz egy Mozgásban című Facebook élő videóbeszélgetésünk, ami ugye már egy szokásos bevett forma az intézetnél. A jövő heti vendégünk Dajcs Tamás, Fideszes Európai Parlamenti képviselő, és Galló Béla, politológus, a 21. század intézet tudományos főmunkatársa lesz a vendégünk, és a most elkezdődött német soros elnökségről fogunk majd velük beszélgetni. Hát ez jövő héten szerdán lesz, míg a konferenciánk kedden. Tehát mind a kettő esemény, mind a kettő program szerintem izgalmas lesz, és mindenkinek ajánlom a figyelmébe. És rákanyarodva a mai videóelemzésünknek a témájára, ez pedig nem más, mint a hétfői elemzésünk, ami a segélypárti baloldala válságnak szurkol címet kapta. Ebben az elemzésben azt járjuk körbe, hogy Közép-Európa és így Magyarország hogyan reagált a válságra, a koronavírus járványra, most a gazdasági kihívásokkal hogyan küzd meg. Hogyan küzdött meg például Magyarország a baloldali kormányok idején ez a 2008-as gazdasági válsággal, mi a különbség a mostani válságkezelés és a Gyurcsány-Bajnai kormányok által választott válságkezelés között, és megnézzük azt, hogy a baloldalnak azok az állításai, amelyek arról szólnak, hogy például Magyarországon félmilliós munkanélküliség van, és a kormány nem tesz semmit a munkanélküliek megsegítéséért, ezek mennyire állják ki a valóság próbáját, mi az igazság, mik a tényszámok. Hát kezdjük először onnan, hogy most már azért látszódik, így a koronavírus járvány első hullámát követően, hogy Közép-Európa és köztük Magyarország is rendkívül sikeresen, gyorsan és hatékonyan reagált erre a kihívásra. Ugye a fertőzöttségi számok, mutatók önmagukért beszélnek, míg nagyon sok nyugat-európai és dél-európai országban tömegessé vált a járvány, nagyon sokan meghaltak, nagyon sokan elkapták ezt a vírust, és most is úgy tűnik, hogy még mindig tombol nagyon sok országban a járvány. Addig itt Magyarországon láthatjuk, hogy alacsonyan lett tartva a fertőzöttségi szám, és ezen túl nem csak a járványnak az egészségügyi részével birkózott meg sikeresen Magyarország, hanem a gazdasági kihívásokra is úgy tűnik, hogy jó válaszokat adott. Ugye ezt egy mondatban úgy lehetne megfogalmazni, hogy a munkaalapú társadalomnak a fenntartása történt meg Magyarországon a járványt követően is. És ugye a baloldal folyamatosan a segélyalapú politikát kéri számon, azt akarja ráerőltetni Magyarországra. Tehát egy két különböző gazdaságfilozófiai felfogás áll egymással szemben. A baloldal mindig a segélypolitikát, a segélyalapú gazdaságpolitikát támogatja, népszerűsíti, míg a jobboldali nemzeti kormány
egyfajta munkalapú társadalomnak a kiépítésén dolgozik már az elmúlt bő egy évtizedben, és a válság, a mostani koronavírus járvány okozta gazdasági válság sem térítette le erről az útról. Ha megnézzük, hogy melyik a sikeresebb, akkor egyértelműen a tényszámok, a tényadatok azt mutatják, hogy az utóbbi, tehát a munkalapú társadalom az, ami nem csak a válságból tudja gyorsan és viszonylag hatékonyan kihozni, kihúzni az országot, hanem békeidőben is, tehát 2010 és 2020 között is, ennek a gazdaságpolitikai felfogásnak köszönhetően jelentősen csökkent a munkanélküliség, nőtt a foglalkoztatottság, a gazdaság egy egészségesebb szerkezetet kapott, és továbbá ennek köszönhetően csökkentek is a társadalmi egyenlőtlenségek, és nagyon sokan kikerültek a mély szegénység állapotából, hiszen a segélyalapú politika az konzerválja, megtartja azt a rossz anyagi helyzetet, amiben ezek a szegény emberek vannak, míg munkával, a munkahelyteremtésnek köszönhetően az ilyen nehéz állapotban, nagyon nehéz helyzetben lévő emberek ki tudnak emelkedni ebből az állapotból, és valamelyest tudnak javítani a saját helyzetükön. Tehát ezeken a mutatókon, ezeken a különböző társadalmi és gazdasági változásokon keresztül jól látható, hogy ez a munkalapú társadalmi felfogás az sikeres és hatékony. És ezzel szemben például 2010 előtt, amikor a baloldali kormányok voltak hatalmon, ha megnézzük a 2002 és 2010 közötti gazdasági és társadalmi adatokat, akkor viszont azt látjuk, hogy az ottani segélyalapú, nem munkalapú gazdaság felfogása az hát lényegében a gazdaságnak is nagyon súlyos károkat okozott, illetve a társadalomban is nagyon negatív folyamatokat indított el. Elég csak arra gondolni, hogy a 2002 és 2010 között nem volt olyan év, amikor csökkent volna a munkanélküliség Magyarországon, és már a 2008-as gazdasági világválságot megelőzően magas volt a munkanélküliség Magyarországon, már akkor egy 6% feletti, például 2008-ban már 8%-os munkanélküliségről beszélhettünk. Hát összességében a magyar gazdaság, a magyar társadalom a 2008-as gazdasági világválságban már egy lesüllyedt, lenyengült állapotba sodródott bele, és ennek volt a következménye az, hogy lényegében a akkori baloldali kormánynak azon túl, hogy nem volt semmilyen elképzelése, nem volt semmilyen ötlete azzal kapcsolatosan, hogy miként reagáljon a válságra, nem is volt igazából politikai és gazdasági mozgástere, hiszen lényegében az IMF és Brüsszelnek a segítségére volt szorulkozva az ország, lényegében nélkülük azonnal csődbe került volna, tehát elképesztően negatívak voltak Magyarországnak akkor a gazdasági, politikai és társadalmi kilátásai. Tehát ez a különbség a két kormányzati felfogás között, 2002 és 2010 között még nem válságszituációban is nagyon rosszak voltak Magyarországnak a gazdasági és társadalmi mutatói, egy leszakadó félben lévő országról beszélhettünk, míg 2010 és 2020 között egy felemelkedő és felzárkózó országról beszélhetünk, amely most a koronavírus járványt követő gazdasági sokkból is nem külső segítségem, önállóan tud talpra állni, és mindez nem akadályozza meg abban a baloldali politikusokat, hogy igen magas lóról beszéljenek. Kigyűjtöttem pár nyilatkozatot. Az MSZP még június végén is arról beszélt, hogy a Fidesz cserben hagyja a nehéz helyzetbe került magyarokat, mivel az eddigi intézkedései nem nyújtottak valódi segítséget. Molnár Csaba DK-s politikus, a párt alelnöke, ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy az Orbán kormány gyáva volt az érdemi válságkezeléshez, nemrég, hogy gyenge volt a munkahelyek megvédéséhez, még a válságot is félrekezeli. Jakab Péter, a Jobbik elnöke pedig egy parlamenti felszólalásában pár hete arról beszélt, hogy félmillió munkanélküli van már Magyarországon, és tömegesen becsődölt cégek vannak Magyarországon, tehát
tömegestül mennek csődbe a vállalkozások, és nagyon sokan elveszítik a munkájukat. Tehát nagyjából az ellenzéknek a kommunikációja ebben merült ki, azon túl, hogy ugye a járvány során akadályozták a kormányzati intézkedéseket, nem szavazták meg például a koronavírus törvényt. Most a gazdaságvédelmi akciótervnek az elemeit is támadják, és olyan hamis állításokat tesznek, hogy például 500 000 munkanélküli van most Magyarországon. De most nemrég kijöttek a legfrissebb statisztikai adatok. Azt látjuk, ami már ugye a teljes koronavírusos időszakot mutatja, hogy a munkanélküliek átlagos száma 190 ezer fő volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,1% volt ebben a súlyos válsággal terhelt, tehát a szigorító intézkedésekkel teletűzdelt időszakban. És összehasonlításképpen ez a 4,1%-os munkanélküliségi adat, ez lényegesen alacsonyabb, mint például a 2008-as gazdasági világválságot megelőző mutatószám, amikor előbb említettem, akkor már 8% volt a munkanélküliség, és lényegesen alacsonyabb az eurózóna, illetve az Európai Unió egészének az átlagánál is. Például az euróövezet 19 államában jelenleg 7,4%-os a munkanélküliségi ráta, míg az Európai Unió 27 tagállamában 6,7% átlagosan a munkanélküliség. A legmagasabb például Spanyolországban 16,5%, de szintén rendkívül magas Cipruson ott 10,8% a munkanélküliség jelenleg. Tehát látszik az, hogy amit az ellenzék állít, az nem hogy a valósággal nincsen köszönő viszonyban, de tényleg a mindenféle tényadatot, mindenféle valós számot, valós mutatót nélkülöz. Ráadásul azt látjuk, hogy ezek az adatok, ezek a mutatószámok, amelyek Magyarországon láthatóak, azok lényegesen jobbak, mint a nyugat-európai vagy dél-európai országnak a mutatói, ami azért eléggé kedvező Magyarország számára, és azt mutatja, azt a trendet támasztja alá, amit már az elmúlt bő egy évtizedben is tapasztalhattunk, hogy a közép-európai régió az fontosan felzárkózik, fontosan erősödik, az európai gazdaság motorjává vált, ráadásul nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is megerősödött, sokkal nagyobb lett a mozgástere. Addig például nagyon sok nyugat-európai és dél-európai ország komoly gazdasági krízissel, komoly társadalmi instabilitással küzdik. Elég csak ugye a múlt heti témánkra gondolni, amikor arról beszéltünk, hogy mindenféle faji zavargások alakulnak ki az ekkori gyarmattartó országokban. Látszik, hogy a szétesés szélére kerültek ezekben az európai országban a társadalmak. Ezzel szemben itt Közép-Európában politikai stabilitás van, a gazdaság nem esik úgy vissza, mint Nyugat-Európában vagy Dél-Európában. Légy csak például az IMF-nek a prognózisára gondolni, ami azt mutatja, hogy 2020-ban itt Közép-Európában, így Magyarországon is kisebb lesz a gazdasági visszaesés, mint amekkora a növekedés lesz 2021-ben. Ez egyetlen egy nyugat-európai vagy dél-európai országra sem mondható el. Ott sajnos, és ezt most már Németországban a közgazdászok is ezt jósolják, nagyobb lesz a visszaesés idén, mint amekkora a növekedés lesz jövőre, tehát egy elhúzódó gazdasági válsággal találkozunk, ami már rámutat arra, hogy például az európai stabilitási indexünkben is írtuk még az év elején, hogy Nyugat-Európa és Dél-Európa súlyos válsággal küzd, és lényegében nem a koronavírus járvány az, ami a padlóra küldte ezeket az országokat, vagy ennek köszönhetően van például recesszió ezekben az államokban, hanem már eleve olyan problémákkal küzdöttek, amelynek eredményeként a járvány nélkül is recesszióba süllyedtek volna ezek az országok. Köszönöm szépen a figyelmet, ahogy a beszélgetés elején is említettem, mindenkinek ajánlom, hogy szemlézze, nézze a 21. század intézetnek a honlapjákkal, a Facebook oldalát, újabbnál újabb elemzésekkel jelentkezünk ezeken a felületeken, és ez a mostani, most ebben a videóelemzésben tárgyalt elemzés is elérhető az intézetünknek a honlapján. Ennek a címe a Segélypárti Baloldal a válságnak szurkol, amelyben azt járjuk körbe, hogy Közép-Európa Magyarország miként reagált a válságra, a gazdasági kihívásokra, mik a tényadatok, mik a ténymutatók,
És mit mondanak azok a baloldali politikusok, akik például 2010 előtt a 2008-as válságnak a gazdasági hatásait meglehetősen félrekezelték, és a megszorító politikájukkal a csőd közeli állapotba sodorták Magyarországot. Tehát ezt foglaljuk össze, ezt járjuk körbe. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, jövő héten kedden egy konferenciával jelentkezünk, szerdán pedig a Mozgásban című műsorunknak a vendége Dajcs Tamás, Fideszes Európai Parlamenti Képviselő, és Galló Béla, politológus, a 21. Századi Intézetnek a tudományos főmunkatársa lesz. Azt a beszélgetést pedig majd én fogom vezetni, én leszek a házigazda. Mindenkinek további szép napot!